Szalai Ádám vagyok, és nézze velem együtt az NSO TV-t. A Ferencváros ellen 2-1-re elveszített derbi óta megtáltosodott az Újpest labdarúgó csapata. A lila-fehérek győztek Debrecenben és Pápán, hazai pályán pedig a Kaposvár és a Pécs ellen. Az MTK-val döntetlent játszottak, míg csupán Kecskeméten és a bajnok esélyes győri Etótól kaptak ki. A győriek és az MTK ellen viszont csak kevés hiányzott a 3 ponthoz. Fejlődik a csapat, úgy érzem, de még kell valami plusz, amit keressük, hogy mi az a plusz mindenképpen. De még kell valami plusz, hogy följebb lépjünk. Én úgy érzem, hogy egyre egységesebb, egyre jobb csapat vagyunk, csak még ez a plusz kell volna. A héten biztosan eldől, hogy ki lesz az Újpest vezető edzője. A jelenleg megbízott edzőként dolgozó Mark Leliev prólicenszes képesítés hiányában már nem irányíthatja tovább a csapatot, azonban a játékosok nem bánnák, ha maradna. Én nagyon felrázott minket a megbízott ugye most edzőnk. Masszívabbak lettünk, tényleg nem kapunk annyi gólt, mint korábban, és mindenki nagyon koncentrál, mert ugye nagyon rosszul kezdtük ezt az idényt, úgyhogy van mit javítanunk. Reméljük, hogy olyan edző lesz, aki kicsit felépörgeti ezt a csapatot, de azt se bárnánk, ha maradna a Márk valamilyen módon. Én úgy érzem, hogy elég jó összekapta ezt a társaságot, úgyhogy én bízom benne, hogy ő is itt marad szakmai stábban. Bár az új edző kilétét még homály fedi, az biztos, hogy a 27. fordulóban a Budapest Honvéd ellen játszik rangadót hazai pályán az Újpest, szombaton 18:30-től.